Idén 17. alkalommal rendezik meg a Los Angeles-i Magyar Filmfesztivált. A lassan két évtizedes múltra visszatekintő eseményen minden évben az elmúlt év legnépszerűbb magyar alkotásait mutatják be. Idén a nyitófilm esetében a Kincsemre esett a választás, amely Herendi Gábor rendezésében az utóbbi idők egyik legsikeresebb filmje lett a hazai mozikban. Talán sikerült egy olyan típusú filmet csinálni, ami egy picit a történelmi filmeket leporolta, és az egész filmnek a kiállítása olyan, ami a magyar szemnek, meg a mai divatnak egy picit mindenképpen jobban megfelel, és hogy talán mertünk az érzelmekkel játszani, és hol sírnunk, hol nevetünk a filmen, hogy sok humor is fűszerezi a filmet. Szóval szerintem valahogy úgy együtt az egész lett egy olyan, ami úgy megérinti az embereket, és nagyon szeretik érdekes módon többször is megnézni, úgyhogy a nagy nézőszám kicsit ennek is köszönhető. A Kincsem sikere nemzetközi szinten is mérhető, hiszen Los Angeles után egy japán történelmi filmfesztiválon is hazánkat képviseli majd. Kyotóban megyek, ahol van egy történelmi filmek fesztiválja, és Kincsemet beválogatták a versenybe, és meghívtak, úgyhogy megyek tovább, utazom tovább a filmmel, és nagyon kíváncsian várom, nagyon érdekes vetítés lesz több száz japán előtt. A vendégek között az idén Oscar-díjat nyert Mindenki című rövidfilm rendezője, Deák Kristóf is ott volt, akivel február óta nagyot fordult a világ, és most már Los Angeles és Budapest között ingázik. Igazából nagyon zajlanak az események az Oscar-díj óta, már töltöttem egy csomó időt itt Los Angelesben, júniusban is, meg most októberben is, és mindenféle tárgyalások zajlanak, amikről még sajnos nem beszélhetek, de nagyon izgalmas dolgok készülődnek. Közben a kisfilmemet is befejeztük, az új kisfilmemet, a Legjobb játék címűt, és kezdünk el egészíteni egy tévéjátékot is, aminek most a munkacíme az, hogy Foglyok Magyarországon, de nagyon izgatnak az itteni projektek is, úgyhogy azért erre is szánok sok energiát. Novák Henny, aki mostanában inkább ingatlanokkal foglalkozik saját cégében, továbbra sem adta fel színésznői ambícióit. Több kisebb alkotásban is szerepet kapott már, közben amikor kiderült, hogy magyar származású, például Deák Kristóf nevében gratulációkat is kapott az idei Oscarért. Tavaly az Oscar nyereségünk után, tehát rengetegen gratuláltak nekem, és mondom, hogy hát sajnos ehhez nem volt közöm, de már csak azért is, mert ugye, hogy magyar vagyok. Én nagyon szeretem Los Angeles, szeretek itt élni, a szívem csücske Budapest és Magyarország, úgyhogy szeretem. Tehát megpróbálom mindenből a lehető legjobbat elvenni, ezt tanultam egyébként, egy nagyon édes, idősebb hölgybarátnőm mondta azt nekem, hogy nem lehet úgy élni, hogy ne vegyünk el ebből sem a jót és abból sem, hanem mind a kettőt élvezni kell, és én most ezt próbálom. Amíg Herendi Gábor történelmi filmje jól szerepel a magyar mozipénztáraknál, addig Csupó Gábor sem szomorkodhat, hiszen a kifejezetten közönségfilmnek szánt Papa Pia szintén magas nézőszámokkal fut. A Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál megnyitóján a film egyik főszereplőjével, Revicki Gáborral együtt képviselték a filmet, amelynek forgatása eléggé jól sikerült mindkettőjüknek. Szerintem mi nagyon jól kijöttünk, nem? Kérdezte, hogy mit kell alakítani, mondom, csak saját magadat, és körülbelül az is sikerült. Nagyon megengedő volt a Gábor, mert hogyha az embernek eszébe jutott valami más szó a jelenetből, ami úgy jobban belesimul a filmbe, akkor nem szabott gátat. Tehát ahhoz, hogy egy-egy poén esetleg jobb legyen, mint ahogy írva van, nem akadályozta meg. Nagyon helyesen egyébként, mert ezt így is kell csinálni. Vajna Timi egy ideje Los Angeles és Las Vegas között ingázik, de fontos magyar eseményeken mindig jelen van. A mostani filmfesztivál kapcsán külön örül annak, hogy végre anyanyelvén nézhet több filmet is. A magyar barátaimon kívül nem nagyon beszélek magyarul itt Los Angelesben, és most üdítő, illetve ilyen szívmelengető érzés megint magyar filmeket nézni. Itt azért mindenkit ismerek, a Golden Globe-on vagy az Oscaron senkit nem ismer az ember, hanem én csak
tátom a számot és nézem a nagy színészeket. Farkas Franciska a brazilokban nyújtott alakításával került reflektorfénybe, és M. Kis Csaba filmjét most ő képviseli itt Los Angelesben. Nagyon jó ez a hely, úgyhogy ez mindig átveszem ezt a feelinget, ami itt van a Santa Monica-n, meg úgy Los Angelesben ez az ilyen easy, úgyhogy úgy nagyon jól érzem magam. Azt hiszem, hogy ez egy fontos film a brazilok, és egy nagyon aranyos és nagyon-nagyon kedves film, és ami egy nagyon fontos dologról szól, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá. A 17. Los Angeles-i filmfesztivál idén kéthetes lesz, és ez alatt az idő alatt több tucat magyar alkotást láthatnak majd az érdeklődők.